eljöttetek. Fesztivál napján, ahogy mondták, ugye? Most valamilyen nagy program van a városban. Jó, hát de a program sem most kezdődik, nem? Ott is valami 8, 9, 10, 11. Ja, akkor jó. Rendben. A neve Bhakti Pátász. Ki van írva, nem tudom, hogy olvasható-e. Jó, nem tudom. Valakivel találkoztunk, valakivel nem találkoztunk. Én szerzetes vagyok Magyarországról. Nem tudom, ki hallott a Krishna völgyről. Hallották már? Krishna völgy, ez ilyen ökobiofarm, ami 93-ba vettünk földöket, és akkor elkezdtünk ott gazdálkodni. Azóta van iskola, nagy tehenészet, van nagy templom, van egy faló, van 30 gyerekünk, van 100 valamennyi felnőtt, sok minden van, nagy turisták, van mezőgazdaság. Körülbelül 25-30 ezer vendég látogat minket. Van sok program nyáron, vannak virágfesztivál, gasztrofesztivál, henna fesztivál, ki ismeri a hennát? Ugye itt rajzolnak a hölgyeknek a kezükre, akkor ilyen fesztiválunk van, van búcsú, az háromnapos, ott nagyon sok színes program van, és az az én otthonom, ott lakok, ott élek, és 97 óta ott élek, és most járok magyar területet és az orosz területet, úgy mondjuk. És megosztom azzal a praktikus tudással, amelyeket én tanultam, kipróbáltam, gyakoroltam, mai napig gyakorolok, és ami működik, ami nagyon egyszerű és könnyű. Ma fogunk beszélni a lelki fájdalmak, vagy lelki problémákról. Már az elején egy kicsit tisztázhatunk, hogy egy szempontból lélek nem beteg, nem lesz beteg, nem lesz fájdalma a léleknek, és nincsen léleknek problémái. A lélek mindig érintetetlen. A probléma akkor van, mikor a lélek azonosítja magát ezzel a testtel, akkor jönnek a problémák. Meddig lélek tudja, hogy én lélek vagyok, addig nincs probléma. Jó? De ezen a földön mindenki azért itt van, mert azt gondolja, hogy én vagyok ez a test, és mi a feladat, az egy kicsit megbeszéljünk, és ezért vannak problémáink, ami lelki problémáiknak szoktunk nevezni, ami mondhatjuk a érzelmi problémáink, pszichikai problémáink, milyen még lehet mondani, belső problémáink, ugye? Ezek vannak, az igaz, és ezekről fogunk beszélni. Meglátjuk, mennyi idő fogok haladni, nem fogok sietni, de nem akartam túl sokat ma készülni, mert mondani ne legyen túl sok információ, inkább legyen egy konkrét információ, ami praktikusan lehet vele dolgozni. Mielőtt megyek tovább, megint egy érdekességet tanultam, hogy tapasztaltam az életemben, hogy megtanulni, vagy megtanítani minket tudnak, adnak nekünk tudást, hogy így van, így működik ez a helyzet, ez a megoldás, de csak ennyit, amit mennyit nekünk tudnak adni, ezt a segítséget, hogy információt. A többi már rajtunk múlik, hogy mennyire mi dolgozni fogunk ezen az információval, feldolgozunk, megértjünk, és gyakorlatba alkalmazunk. És ez a nagyobb része az életünknek, kisebb előadás. De. És ezért, hogy próbáljanak, hogy már eljöttek, megjegyezni a fő dolgokat, amit mesélek, mert csak utána lehet azon gondolkodni, amire emlékszünk. Ugye, amire nem emlékszünk, azon nem tudjunk felemészteni, vagy feleszmélni. Kezdjünk egy történettel. Nagyon híres pszichológus, sikeres
gazdag ember Amerikába él, számtalan jó könyvet írt, hihetetlen praktikus könyvek. Stephen Covey, aki valahogy nyitottsága miatt, és lehet, hogy előző életnek a jó tettei eredményeként kapta ezt a jó képességet ebbe az életbe, hogy felfedezni, hogyan működnek a világ törvényei. És ez alapján ő írta nagyon jó könyveket, ami sikeres emberek, hogy hétszakáson, nem tudom ki hallotta, nagyon jó könyveket írt, nem csak ez, sok mindent. Nagyon sok cégnek segített sikeresre válni. Szóval egy nagyon elismert személy, és kézzelfogható praktikus dolgokról ír, és ezek a témák, amit érint a könyveikbe, ezek a témák vannak a védikus írásokban, ami alapján én gyakorolok. És ezért, mivel ugye az életnek a működése univerzális törvényeken, szabályokon működik, nem lehet kitalálni. Ezért, amit ő felfedezte, az egyezik a védikus írásokkal, mert ugyanaz. Ugye? És amiről fogok ma beszélni, egy kicsit megint pár, még egy gondolatot. Én megnéztem a kereszténységnek a törvényeikről, amit ott beszélnek pont az emberi tulajdonságokról, az is egyezik. Ez az érdekes dolog, hogy igazi jó dolgok, az nincsen különbség ezekben. Majd fogok mindig rámutatom egy kicsit. De miről szól a történet? A történet arról szól, hogy a Stephen Covey, amikor már a karriernek egy jó magas csúcsán volt feleségével, és ők voltak az amerikai sikeres rétegnek a központjai, mindenki felnézett rájuk, ők voltak mindenkinek a példaképei. Volt nekik egy fiuk. És nagyon jó, hát egy ilyen kis sikeres férfi, van egy felesége, egy család, van egy fia, hát ez egy nagyon példamutató, hogy csodálkozni lehet, milyen jó, igazi kis család. De egy idő múlva, amikor már iskolában járt tanulni a fiúk, akkor a tanárok jöttek, vagy kihívták a szüleit, a Mr. Covey-t, és mondták, hogy valami történik a fiaddal, mert nem tud jól tanulni, nem tudja megcsinálni házi feladatot, kezd lemaradni az egészről. És ez a probléma, ami kezd kialakulni, elkezdte dinamikus lenni, egyre gyorsabban és gyorsabban, egyre több probléma lett iskolában. Végül el kellett vinni orvoshoz a fiát. És elvittek orvoshoz a fiát, és az orvosok vizsgálatok után mondták, hogy nem tudom, annak a diagnózisnak, a problémának, a betegségnek a megnevezését, de ilyenféle betegség, ami leállítja ugye a gyereknek a fejlődését, nem tud fejlődni, egy ilyen furcsa, hogy mondjam, fagyatékossága lesz, és végül 30 éves koráig meg fog halni. Ez a diagnózis volt az orvosoktól. És végül már annyira kifejlődött a probléma, hogy nem tudta maradni a gyerek rendes college-be vagy iskolába, nem tudom, hogy mondjuk, át kellett vinni őt a fogyatékos iskolába, ugye, oda a gyerekekbe. Hát ez egy nagy probléma volt. Itt van egy ilyen csodálatos család, egy ilyen példakép, aki úgy mondjuk reflektor alatt van a világnak, ugye, és van egy ilyen fekete folt. Ilyen fiúk van, ilyen probléma.
Ezért ők mentek egyik orvostól másikhoz, pénzt, minden, keresték, kapcsolatokat használták, fizettek mindent, de a probléma csak egyre erősebb és erősebb lett. Egyik alkalommal, amikor már sok küzdelem után otthon ült a Kovi és a felesége, egyik szobában volt, másik szobában volt, és mikor teljesen kiábrándolták, hogy egyszerű, teljesen kész vagyunk, mi van ezzel a fiunkkal. A Kovi egy ilyen imádkozó hangulatban került, és ilyen kérdéssel, hogy most miért kaptam én ezt a problémát? Miért velem ez történt? És mikor ez így kiábrándult hangulatban, egy ilyen alázatos állapotban volt, és mikor megkérdezte, akkor rájött, akkor kapta egy választ, hogy mi történik valójában. Gyorsan oda sietett a feleséghez, és elkezdte neki mesélni, és a felesége mondta, én is ugyanúgy ezt átéltem most. És akkor ez este volt, akkor leülték együtt, és egész éjszakán át, hajnalig beszélték, hogy mi történik nálunk, a fiunkkal. És mindketten rájöttek, hogy valójában őket nem is a fiai egészség érdekelt, hanem ez a jó lét, hogy ők fenntartsanak ezt a imidzset, hogy mi egy nagyon jó létű család vagyunk. Én egy jó pszichológus vagyok, aki nagyon sok embert kiemeltem, és adtam nekik egy jó sikeres utat, ami járható. Itt van a feleségem, akivel ideális kapcsolatom van, és itt van nekünk fiunk. És ez rontja az egészet. És ezért próbáltak külsőleg menni, és megoldani a dolgokat. És rájöttek, hogy aha, így van, minket nem a fiaink érdekelt. És ezért kaptunk ezt a betegséget. Ő kapott. Ez egy, ugye a védikus írások magyaráznak, hogy a gyerekek és a szülei között nagyon szoros a kapcsolatok. És a karma az működik. Akár betegségek megnyilvánulhatnak a gyereken, hogyha a szülei nem megfelelően élnek az életét, rossz irányba mennek, vagy nem, meg kell változtatni valami tulajdonságukat. És azt beszélték meg, hogy lehet, hogy segíteni, azt arról beszélték, abban megegyeztek. Jó napot kívánok! Pont egy történetben benne vagyunk. Gyorsan elmondom, hogy volt a Covid. Ismertek a Covid-t? Én Covid? Nem. Nem baj. Ez egy nagyon sikeres ember Amerikában. Nagyon ismert és elismert, és a magas rétegeknek a tagja, mondhatjuk így, a sikeres embereknek. Volt egy családja, vagy van, és volt egy fia, és a fia beteg lett. És akkor ők nagyon szomorúk voltak, hogy most ilyen jól néz ki a mi családunk, mennyire sikeresek vagyunk, jó kapcsolatunk, és most itt a betegség a fiúknak, és ez egy ilyen fogyatékos problémával szenvedett. És gondolták, hát ez egy ilyen rossz folt van a mi kis makulátlan imidzsen. Próbáltak segíteni, végül orvosok mondtak, hogy nem lehet segíteni, mert ez csak rosszabb lesz, és 30 éves korában meg fog halni. És kellett egy normális iskolába, fogyatékos iskolába átvinni. Aztán utána este rájöttek, mindketten feleségével, hogy őket nem is a gyerek érdekelt. Hogy most próbáltak gyógyítani, de nem a gyerek volt a központ, hanem a imidzsük, hogy a családnak a kép az makulátlan maradjon. És mikor erre jöttek rá, akkor egész éjszaka erről beszélték, és azt döntötték, pont itt tartottam, mikor jöttetek,
hogy nem érdekel most, mi lesz a fiunkkal. Meggyógyul vagy meghal, mi vele fogunk foglalkozni, mi a ő iránt kötelességeket fogunk teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy minden időnket neki fogunk adni. És akkor elkezdték vele foglalkozni, akkor hétvégén elmentek a gyerekével, nem a partikra, ugye cégeknek ide-oda, annyi sok mindenre jártak, hanem kellett dolgozniuk, de minden úgy szervezték, hogy a gyerekre mindig volt idő, és adták neki figyelmét és a szeretetet. És megfordult a folyamat. Elkezdte jobban lenni, jobban lenni, jobban lenni a gyerek, fél év múlva visszament normális iskolába. Itt pont arról szó, hogy az élet velünk dinamikus kapcsolatban van. A problémánk vagy a fájdalmaink, ezek egyféle lámpamű bekapcsol világít, hogy valami nem jó. Ugye jelzések, ilyen kis, nem tudom, indikátor, hogy mondják ezt magyarul. Jelző. Igen. Ez történik, mikor van a probléma. Én csak egy példát mondom, hogyha valaki nem megfelelő táplálkozik, és kezd fájni neki a gyomra vagy a feje. Az jelzi, hogy te tönkre fogsz tenni a testedet. Ugye? És hogyha ember mondja, nem, és akkor én csak semmi bajom nem lesz, akkor meg fog halni. Ugye? Szóval a fájdalmok az jelzés, hogy nincs rendben valami, változtatni kell valami. De, ugye, mikor van fejfájás? Ugye most a világban, tudjátok, melyik reklám a legtöbb? Nem tudom most Romániában, de amúgy nagy rész világban, mi a legnagyobb reklám a tévében? Nem nézem tévét, hogy gyógyszerek. Igen. És miért szól a gyógyszer? Fájdalomcsillapítás. Szóval az azt jelenti, hogy ég a lámpát, hogy valami nincs rendben, fáj a fejed, vagy valami, és akkor csak tompítsd le, próbáld meg elnyomni ezeket a jelzőket. Ugye mi fogjunk, és meg akarunk szabadulni ezektől a jelzésektől, bum, nincsen probléma. Ugye? Szóval ők is gondolták, külsőleg akarták megoldani, ugye, a gyereknek a problémáját, nem szeretettel, hanem külsőleg csak van egy jelzés, hogy valami betegsége van a gyereknek, akkor orvosunk alapján, vagy valahogy csak ne kelljen nekünk belül dolgozni. De viszont az a jelzés, az mutatta, hogy neked kell dolgozni belül. Ezért, amikor jönnek a problémák, vagy a nehézségek, akkor erre van kettőféle út, amelyikkel mi meg tudjunk oldani a problémákat. Kétféle ember van. Mondhatjuk, van egy könnyebbik út, és mondom majd a másikat, ugye, az könnyebbik út, ez a büszkeség útja. Erről fogunk majd kicsit beszélni. Most először mutatjunk az utukat, utána elkezdjünk ezeket beszélni. Szóval van a büszkeségnek az útja. Ez azt jelenti, hogy igen, hogyha valami jelzés van, akkor ez nem nekem szól. Ez egy zavar engem, és ki kell kapcsolni, el kell hárítani, vagy el kell nyomni, szét kell törni, mert nekem mennem kell tovább, ez az egyik. A másik, ez a tanítványnak az útja. Tanuló útja, tanítvány útja, alázatosságnak az útja. Szóval ez a kettő van. Mindenki, nincs a harmadik út. Mindenki közöttünk valamelyik úton halad. És most megnézzük, hogy melyik út mit nekünk tud ajánlani, ugye. És fogunk látni, hogy ezek a lelki betegségek vannak is,
hogy fájdalmak, vagy lelki problémák, lehet sokféleképpen ezeket nevezni, vannak, és nincsenek is. És akkor megnézzünk, kinek számára vannak, kinek számára nincsenek ezek a dolgok. Először kezdjük a büszkeséggel, ugye ennek kis elemzésével fogunk most foglalkozni, hogy megértsünk, hogy ez micsoda, hogyan működik, miből áll. Ugye büszkeség, sokszor ember gondolja, hogy a büszkeség az azt jelenti, hogy erős. Én erős, kiállom magamért, és ez a büszkeség. Nem pont így van, mindjárt megnézzünk, hogy mi ez. Büszkeség ez egyik, ez az élvezésre való vágy. Amikor én élvezni akarok. Én akarok mindent élvezni, és mindenkit, és mindenki értem van, és engem addig érdekel valaki, akit ameddig őt tudok élvezni. Hogyha nem tudok őt élvezni, nem is látom azt az embert. Szóval az a büszke ember, ő felülnéz mindenki, ő nem vesz észre senkit. Csak azokat észreveszi, akiből ki tudja facsarni az élvezetet. Ugye ez a büszkeség. De van egyik, ez az egyik, mondjuk, eleme. Mit gondolják, hogy mi a második eleme büszkeségnek? Kicsit beindítsuk a gondolkodást. Nyugodtan bármit csinálják, brainstorming. Tudjátok mi ez, ugye? Lehet most bedobni bármilyen ötletet, hogy mi az, a, milyen még elemek vannak a büszkeségnek. Hogy híressé válni. Híressé akar válni, nagyon jó. Oké, okay. Még? Uralkodni akar. Uralkodni akar? Az is jó. Nagyon jó. Na, még egy valaki. Megdicsérjenek. Nagyon jó. Uh-huh. Oké, okay, nagyon jó. Igen. Örökké akar élvezni. És ezek benne vannak. Például ahhoz, hogy örökké én élvezek, akkor nekem uralkodni kell. Ugye nekem kell kontrollálni a helyzetet. Másképp kicsúszik a kezemből az élvezet. Ezért ő nagyon-nagyon akarja így élvezni, hogy kontrollálok. Jó, akkor most mindenki egy kicsikét merüljen el önmagába, vagy azzal, ami átéltem az életébe, és életpéldákat, a büszkeségnek a pár példát mondjatok el. Jó? Hogyha nem fáj, akkor mondhatjuk saját példákat. Hogyha fájdalmas, akkor másoknak a példájákat. Ugye mondják, hogy legyek büszke, hogy szervezem az Atlantis kört. De én nem büszkeséget érzek, hanem örülni adhatok. Nem szeretem, hogyha mondják. Igen, az jó. Igen. Ez pozitív, most negatív példát kell. Mikor vagyunk büszke? Igen. Vagy mikor mi vagyunk, vagy láttunk valakiket, másokat. Valami példát tört. Általában a szülők a gyermekeikre büszkék. Igen, az egy már, ez egy, igen, ez egy, amit most mondtam. Ugye, hát van az a büszkeség, de és nekik van az élvezet, de ugyanakkor, ugye a védikus írások mondok, mondd el az élvezetről. De nem mondják, hogy mondd el az örömről és a boldogságról. És amikor a apa látja a gyereket, hogy milyen ügyes, az büszke rá, igazából örül, hogy milyen ügyes a fia, boldog. Ez nem probléma.
Az nem probléma. Ott is lehet már probléma. Vannak azért elfogultsági kérdések is. Van amikor a fia az ő büszkeségét szolgálja, az az élvezetet, akkor probléma. Igen, hogyha egészséges a kapcsolatok, akkor normális dolog, hogy igen. Akkor például egy anya arra vágy, hogy mondom, hogy őt egy csodálják, vagy valami, és akkor ilyen korabin manükennek képezi ki a lányát és menedzser, és akkor nincs a lányban gyerek, hanem mindig meg kell felelni. Igen, ez is egy büszkeség, így van. Amikor én, engem nem érdekel a lány annak az élete, hanem engem az én életem érdekelem, és majd nekem kell megfeleljen. Ó, és ez egy nagyon komoly traumákat okoz gyerekeknek. Ja, meg az unokat testvéremnek az első akar gyerek, a másik meg nem akar, hogy én már világos az, hogyha nem lett volna a csomcsina, minden. És a nagyobbik gyerek az Martek Zseni volt, meg ilyesmi, és a kicsi, annak meg gyakorlati érzéke volt mindehez, meg javított szeret, és akkor az apa mindig hasonlította egyiket a másikhoz, a kicsinek a kárára. És akkor az a traumát okozott a gyerekben. Egy van. Ez is egy másik, ez is egy büszkeség, amikor én nem akarok vele dolgozni, mert ő, a másik gyerek, ez egy egyéni, neki van saját fejlődése, saját másikat, te, ő nem lesz az, mert neki más a természete, mert lehet, hogy az így van. Igen. Igen, és a büszke ember, aki akar gyorsan élvezni mindent, ő türelmetlen lesz, ő nem fog dolgozni, ő csak kezd zsarolni, példát összehasonlítani, igen, és kitalálni az én gyermekem ki lesz, akkor hogyha anya most nincs férnél, akkor a lányom ne menjen férjhez. Olyanok is vannak. Igen. Például, hogy a másik, hogy a férje egész nap dolgozik, és akkor a lányának minden pasit lebeszél, azért, hogy a lányom úgy szólja, hogy a kocsival. Ilyen példa is van. Igen. Igen, igen. Na ez a élvezeti, igen, a büszke emberek, így, mind, így van, ez a kontrollálni mindent, hogy mindig élvezek, igen. Próbálni alakítani kis világomat, és megtartani ott azokat az embereket, manipulálni velük, hogy megmaradjanak, de ha valaki kicsit ki fog térni, az már ellenségem lesz, ugye, ez a büszkeség. Jó, még valaki akarja valamit mondani? Példát? Oké. Rendben, menjünk tovább. Még vissza fogunk térni a büszkeséghez. Ez nagyon jó, kell megismerjünk. Na most mi megnézzünk az útokat. Akkor van Isten, vagy abszolút igazság, majd róla is fogunk beszélni. Vagyunk mi, mint lelkek. Emberek, lelkek vagyunk, életünkben. Most itt vagyunk mondjuk a földi életben. Ugye az Isten, ő csak szeretettel rendelkezik. Ő semmi máson nem rendelkezik, úgy mondja, hogy ő abszolút jó. Ő mindenki fele jó, és ő szeretne, hogy mindenki legyen boldog. És a lelkeket is megteremtette azért, hogy egy viszonyos, szeretetteljes viszonyokban legyenek Istennel, és legyen ilyen kapcsolatok velük. Ezt úgy hívják, hogy bhakti, ugye ezt a kapcsolatot, ugye szeretett kapcsolat, ahol van dinamikus viszonyok. Viszont ez akkor működik, amikor nincs büszkeség. Mi, aki szeret, az nem büszke. Ugye? A büszkeség az ellentétes a szeretetnek. Ugye? És most nézzük meg először tovább büszkeséget, utána majd nézzük a további útokat, és a végén meglátjuk, hogy kinek hogyan alakulnak, vagy hogy lehet megszabadulnunk a lelki fájdalmaktól. Hogyha az ember arra halad, mi van arra? Arra van a büszkeség.
ezt az utat választja, hogy majd én tudom, majd én kontrollálom, én boldog leszek, én majd élvezek az életet. Ugye a másikról beszéltünk, az az alázatosság, hogy a tanuló, vagy tanítvány. De mielőtt megyünk tovább, megkérdeznék én, hogy mikor lehet nekünk magunkról megtudni, én melyik úton haladok. Van egy ilyen nagyon gyors vizsgáló pont, ami meg tud mutatni nekünk. A nehézségek. Mikor az életünkben vannak nehézségek, na akkor előjön az én utam, hogy én megyek a büszkeség úton, vagy a másik úton. Mert mikor jön a nehézség az életembe, akkor azt hogy szoktam mondani, hogy mi az a nehézség, mikor én élvezni akarok. Élvezni akarok minden akadály. Probléma, akadály, probléma. Mit fogok ezzel csinálni? Megoldom. Igen, megoldom. Meglövöm, kilövöm. Ez probléma. Szóval ez egy probléma, és nekem ez egy lelki fájdalmat okoz. Miért? Mert nem tudok élvezni. Nem tudok kontrollálni. Veszélyben van az örök élvezetem. Probléma, mert lányom nem akar maradni, mert bejelentette nekem, férjhez fog menni, és kész. Ez egy nagy probléma. Ugye? Nekem nem probléma, én támogatom. mindig segítem. Jó, de most nem önről van szó. De nagyon jó, hogy önnek más a hozzáállása. Nagyon jó. Hát igen, mert átbelevetem a hitemet, mert látom, mert ráadom az energiát, meg a fáradtságomat, meg a tudásomat, segítésomat, akkor látom, hogy van eredménye. Igen, nagyon jó, így van. Na most nézzünk tovább, jó? Akkor itt van, hogy büszke ember, ő furna, kész az a probléma. Szóval a probléma az azt jelenti, hogy a világ nem úgy működik, ahogy én akarok. A büszke ember, ő azt akarja, hogy minden történjen, ahogy ő akarja, nem? Hogy lánya maradjon itt, ahogy én akarok, a fiam legyen pilóta, vagy balettáncos, vagy valaki, akkor a feleségem, vagy a lányom, vagy a bárki, a munkatársam, barátom, nekem megvan, hogy én majd alakítom egy jó kis élvező világomat, komfortzónámat, hogy szokták mondani, ugye? És akkor mi jön a probléma, akkor veszélyezteti ezeket az élvezeteket bennem. Akkor mi lesz, ugye, akkor próbálok ezeket a problémákat elhárítani. Akkor most mi lesz elhárítás? Ahhoz, hogy megértsünk, tovább elemzünk a kis büszkeségünket. Akkor büszkeségnek a megoldás, amikor van, jön létre probléma, akkor háromféle reakció alakul az emberbe. Hogyan fog ő reagálni? Az egyik lesz sértődés, hogyha nincsen elég erő, akkor meg fog sértődni. Kész. Én megsértődtem, többet nem. Te olyan vagy, azt hittem, te egy jó ember vagy, de te gazember vagy, most már látom, hogy te idáig más véleményem volt, most csalottam benned, és akkor most nem tudok boldogságot tapasztalni, nem tudok téged élvezni, vagy miattad nem tudok élvezni, vagy valaki miatt, vagy a helyzet miatt, egész világra meg vagyok sértődve, utálok mindenkit, látni is akarok, mindenki csak felrobbannék, ugye ismerünk, nagyon sok variáció van ennek, ez a sértődés. Kicsit erősebb ember, az dühös lesz, akkor az nem fog leállni, ameddig nem fog megsemmisíteni azt az akadályt, az ember, bárki lehet az el fog taposni. Ugye, mert düh, az csak generál saját magát egyre jobban, és dühbe körül. Van egy harmadik reakció a büszkeségnek, úgy hívják, hogy közömbös. Közömbösség, annak van kettő fele, kétféle. Az egyik,
hogy minden rendben van. Hogy vagy? Oké. Már mindjárt a bank elviszi a lakását, a tévét már elvitte a bank, akkor a, mit tudom én, már munkából mindjárt rúgnak ki. Hogy vagy? Szuper, minden jó. Miért? Hát van. Nincs probléma. Hát hogy van? Minden, ami történik, minden csak jobb lesz. Ez egy ilyen rózsaszín szemüveg, ugye? Minden oké. Okay. Már szét van csúszva az ember, minden kész van, de minden rendben van. Ez a közömbösség, ez a büszkeség, mert nem akar belelátni, hogy van probléma. Gyere, tanul meg, hogy kell élni. Nem kell nekem minden jó van. Minden szép is jó, én sikeres vagyok, vagy nem, de akkor is nincs probléma. Mert úgy van, ahogynak kell történnie. Na, ugye ez most nagyon elterjed. Minden úgy történik, hogy kell történnie, ezért ne aggódja a holnapért, mi lesz holnap, mert úgyis holnap az lesz, aminek kell lennie. Nem igaz? Mert holnap úgy lesz, amit te ma építettél holnapra, nem? Az nem lehet, hogyha én ma nem építem a házamat, akkor nem lesz házam, akkor úgy lesz, ahogy lennie kell. Nincs ház. De hogyha építem a házamat, akkor úgy lesz, ahogy lennie kell. Lesz a házam, mert építettem én. Ugye érthető? Szóval ez egy sajnos nagyon ilyen stagnáló állapot. Eléggé rossz, mert itt lehet degradálni. Akkor mi lehet a még egy ilyesmi közömbösség? Ennek az ellentétje. Mi az ellentétje? Hát minden rossz. Kész. Ez a világ. Gyere, csináljuk meg. Á, úgyse lesz ebből semmi. Egy ilyen depresszió, negatív, minden rossz. Ebben a világban semmi nincsen jó, nincsen jó dolgok, mindennek rossz, nézd meg, na és akkor a te gyereket is nem szokott beteg lenni, és akkor, és te, és á, ez mind rossz, ez minden, kész. Ez is egy ilyen kis közömbös apátia hangulatba kerül az ember. Szóval ezek a reakciók történnek, amikor az ember a probléma útján próbál haladni, és akkor végül panaszkodni fog. Aki sértődékeny megpanaszkodik, aki büszke, az másokat hibáztatja, aki panaszkodik, akkor mondja, hogy nekem fáj a lelkem, engem ez megbántotta, és ettől, és most csalódtam a fiamból, a lányom, és minden, és akkor vannak lelki gondjaim, fájdalmaim, problémáim. Így van? Az előző képet ne fényképezhetem? Az előző képet? Igen. Igen. Minden. Csak azt az előző, nem nagyon összefoglaló volt. Ja, igen. Így? Az van tökéletes. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Idáig így jó, világos volt, érthető volt mindenkinek? Jó. Hasonlóképpen működik az életünk? Igen. Jó, várok még ott a kis fényképezést. Oké. Okay. Szívesen. Jó, hogyha mi megyünk ebbe az irányba, akkor ítélve vagyunk a lelki fájdalmakra. Mert nem oldjunk meg semmit. Nem látjuk teljes képet. Egy kicsit teljes képről is fogok beszélni, de most először nézzünk a másik irányt. Hogyha az ember azért gondolja, jó van, lehet, hogy megyek errefele. Mi ez az errefele? Hát akkor én leszek alázatos. Alázatos, ez azt jelenti, hogy tanítványi hangulatban leszek, tanítvány, tanuló, hogy én nem tudok, hogy kell élni az életem. Mert büszke ember, őt én tudom, ő tudja. Neki nem kell megváltozni, mert ő tökéletes. Ugye a büszke ember azt mondja, hogy én nem tudom, ki hibázik, vagy nem, de én biztos nem hibázom.
Ugye ki a hibás? Ő. A büszke ember mindig mutatja, ő a hibás, ő befele sose nézi. A lázatos ember, ő máshogyan. Ő befele tud nézni, mivel a lázatos, akkor elfogadja, hogy én nem vagyok tökéletes, nem vagyok Isten. Én nem tudok kontrollálni az élvezeteket, meg mindent. Viszont én akarok boldog lenni, én szeretnék örömet tapasztalni az életemből, de ezt biztos meg kell tanuljak. És akkor ő egy tanuló utat válasz. Ezért, amikor ő is nehéz helyzetbe kerül, ugye a büszke ember, mikor nehéz helyzetbe kerül, akkor problémákkal találkozik, és mivel találkozik, egy alázatos ember. Nagyon jó. Feladatokkal. Van feladat, amit meg kell oldani, és meg kell tanulni. Egy leckét kaptam. Mi az, amit belül fel kell dolgoznom? Ugye, mint a elején Kovinak a történetet meséltem, hogy volt sok probléma a gyerekeivel, de, és mikor külsőleg próbált orvosokkal dolgozni, meg pénzekkel, nem működött. Ahogy csak megértette a belső problémát, hogy igazából fiának nem adja meg a szeretetet, hanem az ő fia az csak egy ilyen képes lap volt. Azért volt, hogy egy jó képes lapot mutass a családjáról. Ezért ő, amikor belül elkezdte, akkor ez egy feladat volt, ami belül megoldott, megváltozott az egészsége a fiának. Megint ide visszatértünk, ugye, hogy van ezek a jelzések, és ezek a jelzések, ami életemben valami nem működik, az azt jelenti, belül valamit, feladatom van belül dolgozni, nem külsőleg megváltoztatni. Azt is igen, de mindig először belül, mert valamikor kell külsőleg, de ezt kell nézni, hogy belsőleg legyen mindig jó. Na most egy pár szót, mert most ugye elemeztünk a büszkeséget, most pár szót beszélünk alázatosságról, és azt is elemezünk egy kicsit. Én kérdeznék számotokra, mit jelent, hogy alázatos? Mert most nagyon nem egyértelmű, hogy a mai társadalomban ezt hogyan szoktak értelmezni. Hajlandóság tanulása. Ez jó. Segít másokon, amikor bárna valamilyen juttatás. Ez is jó, igen. Segít másoknak, motiváltlanul. Igen, nagyon jó. Azt, hogy nem bármilyen párkapcsolata rosszra fordul, akkor nem csak másra hibáztatja, hanem saját magával is nézni. Igen, ami ritkaság mai nap. Így van. Igen. Az, hogy például itt van most egy konkrét példa, a barátnőm csinálja a fürdőszobát. Na, én tanácsoltam neki, hogy a férje az nem igazán volt benne, és mondtam neki, hogy gyere, menjünk el, együtt nézzünk széljelkozni, ha azt mondja a férjed, akkor már te nézd ki magadnak a dolgokat, meg na, én keresztül mentem ezekkel a dolgokon, mert én minden magamnak kellett megoldjam. És mondtam neki, hogy még meg akartam volna húzni a problémától, és előre láttam, hogy mi fog következni. És nem hallgatott rám, az csak belefutott. Igen, igen. Hogyha valaki nem akar tanulni a lázatosan, az belefut a problémákba. Most ebben a más tárán tanul, nem? Így van. Igen. Nagyon jó. Igen. Nos, nézzük meg, egy másik szempontból megközelítjünk ezt a fogalmat, hogy alázatosság. Az alázatosság, ez a képesség, összhangba, harmóniába élni az Isten törvényeivel. Ez az alázatosság. Aki tud, képes betartani minden törvényt, van ez a harmónia, és mindig van egyensúly az elmébe. Az alázatos mindig ilyen lesz. Ez az alázatos. Ez azt jelenti, igen, hogy akkor belül fog fordulni, ezeket már benne vannak, amit felsoroltatok, hogy tanulni fog.
Oké. Megyünk tovább, utána még egy dolgot elmesélek. Szóval, akkor most nézzünk még egy védikus képet, mert nagyon különbözik a védikus, hogyan tanított embert életre, és mostani társadalom hogyan tanítja az életre. Mostani vannak ilyen mindenféle pszichológiai tréningek, meg mindenféle tréningek. Most egy pár dolgot meghallgattam, a modern dolgokat. Az a probléma, hogy ők egyiküknek sincsen teljes kép az egész ember életről. Nincsen kép az ember. Ők beszélnek a feladatokról, lehet, nem problémákról, feladatokról, de nincsen teljes kép az életről, és nincsen tiszta, mi a célja az ember életének. Ez a probléma. És ezért nem működik az élet. A védikus rendszerben ott először minden kezdődött, lássál teljes képet. Amikor látsz teljes képet, akkor utána értesz, mi a fő célod, és utána az egyéni helyzethez szerint a feladatod. Most nincsen olyan, ugye, világban? Most csak van egy feladat, old meg. Minek, hova, miért? Nem tudjuk, ezért nem működik. De nincsen. Egy példát elmondom. Például, hogy ugye voltak a királyok, voltak a táncosok, énekesek, voltak munkások, ugye sokféle ember volt, de teljes kép és a cél mindegyiknek volt ugyanaz mindig. Az nem volt, hogy a királynak más a célja, mint egy cipésznek, vagy az énekesnek. A élet célja egy volt. Ez a teljes kép volt. De a helyzet szerint, az egyéni helyzetek szerint a feladatok máshogyan voltak, de a feladatnak az a volt a lényege, hogy szolgáljon a haladás a cél felé. Ugye Ajurvédában is van egy ilyen mondat, mondja Ajurvéda, csak akkor kezd neki egy valami új dolognak, hogyha meg vagy győződve, hogy ez mindenki másnak is jó létét szolgálja. Szóval van egy cél, szóval lássunk egy célt. Szóval ez működik. Most akkor és ez most mai napig is ez így van. És mikor van ez a kép, akkor egy sokkal könnyebb megérteni, hogy mit jelent a gyalázatos lenni. Akkor nézzük meg ezt a alázatosságnak a képletét. Akkor vagyok én, ugye ebben a világban, ezek a igazságok, ami tények. Ugye mi mindegy, mint egy egyéni lélek, én. Az egyéni lélek, én vagyok, mi vagyunk. És az egyéni lelkek mellett is van abszolút igazság, vagy úgy mondják, hogy felső lélek. És az a felső lélek, ő egyet, ő csak, már elején már egy kicsit erről kezdte beszélni, ő szeretetet áraszt. Ő csak adja mindenkinek a szeretetét. Ugye hallottunk ilyen vagy olyan vallásos irányzatokból, hogy valamikor ember elfordult Istentől. Ugye ez majdnem minden vallás erről szól. És miután elfordult, Isten nem fordult el az embertől. Az ő szeretetjét minden pillanatban tudjuk tapasztalni. Ugye most ugye ilyen szép nyár, ugye süt a nap, jó levegő, nem itt bent, ott kint, ugye akkor finomságok vannak, annyira sok minden örömet okoz nekünk. Szóval Istennek a szeretetje abban nyilvánul, hogyha ha bármi elfordultunk tőle, mi akkor is tudjunk boldogok lenni. Hogy legalább mindenünk meglegyen. Szóval ez az ő szeretete. És lehet, hogy most egy kicsit magas dolgot fogok mondani, nem biztos, hogy mindenki megérti, de ne utasítson el a szívébe, amit mondani fogok, anélkül, hogy inkább
kicsit emészen utána még otthon, jó? Nem muszáj most elfogadni, de jobb nem elutasítani. Az a harmadik igazság, ugye ez a kettő igazság volt. Én és felső lélek, vagy Isten, vagy abszolút igazság, aki szeretettel rendelkezik. A harmadik igazság, ez a szeretet, ami összekapcsolja Istent, abszolút lelke, és abszolút igazságot az énnel, a lelkemmel. És végül minden élőlénynek a Földön a feladat vagy a cél egy. Elérni tiszta szeretetet Isten iránt és minden más élőlény iránt. Igen, ez egy magas szintű igazság az életünkről. És mindegy, ki hol lakik, milyen nyelven beszél, vagy mit csinál, milyen helyzetben van, ezért születünk. Azért kaptunk ezt a testet, hogy ezt a szeretetet elérünk ő Isten iránt és minden élőlény iránt. Na most a feladatok lehet más. Igen, mert mindenkinek egyéni helyzet van, és lehet, hogy egyéni helyzet szerint kell végeznem a feladatomat, és nekem kell tanulni, hogy oké, okay, van ez a cél, akkor hogy kell úgy megoldani az életemet, a feladatokat, mik a feladataim belül, hogy ezt a célt szolgáljanak, de ugyanakkor, hogy én fejlődjek, mert minden fejletebb vagyok, annál jobban megszabadulok a szenvedéstől, és jön a boldogság. Mert ugye megint az alázatos lenni, meg tanítvány lenni, ez nem jelenti, hogy lemondani boldogságról és örömtől. Nem, hanem, sőt, ugye van Bhagavad Gita, ott lehet olvasni, tusyamticsa, ramanticsa. Elégedett lesz és boldog lesz az ember, aki igazi úton megy. A másik ember az egyre nagyobb stressz, ugye antidepresszánsokat kezdhetne, büszke ember, mert pszichiáter, pszichológus, annyi sok problémája van, és végül görcsösen meghal. De ez az életnek a feladata. Akkor nincsenek, mert hogyha én tanuló vagyok, akkor nincsen lelki fájdalom, hanem tudom, aha, még van egy üzenet, valamit még kell tanulnom. Szóval nehézségek üzennek mindig. Ugye, és ez most is működik, ugye miért nagyon jó ez a Covid példa volt, amit ő nagyon jó megmutatta az a saját életén, hogy belül, mikor kezdte keresni, akkor megoldódott az élete, lelki fájdalom elmúlt, még a fiának a betegség is elmúlt, ami okozta a lelki fájdalmat neki. A második, ez működött mindig, 5000 év ezelőtt is. Ugye volt egy bölcs, aki nagyon magas szintű, lelki szinten volt, vezekelt Himalájokba, Vyasadev, ez a neve, és ő próbálta cselekedni, úgy néz ki, hogy ezzel a sémával, ez a képlet szerint próbálta cselekedni, írta könyveket, mert ugye a véda szó azt jelenti, hogy tudás, és 5000 év ezelőtt nem volt írás. Nem volt szükség az írásra, mert az embereknek tiszta az élete volt, és a memória nagyon erős volt, és ő egyszer valamit hallotta, az megjegyezte, és akkor nem kellett leírni. De 5000 év ezelőtt következett korszak, amelyikben most vagyunk, ahol gyenge az intelligencia, rövid a memória, és így tovább, és így tovább. Ezért ugye már tudták akkor, hogy mi lesz, és akkor le kellett írni a könyveket. És leírta a könyveket, a védákat leírta, de mégis boldogtalan volt. Mert ő tudta, hogy most leírtam, nekem kell lenni elégedett és boldog, mert igazából mindenkinek a javát szolgáltam. Csak az a volt a probléma, hogy a védikus írásokban több, nagyobb rész arról beszél, hogy hogyan ember legyen büszke. Hogyan élvezzél az életet.
úgy, hogy ne tévedj el a karmába. Azért vannak sok ritusok, mondja például, hogy akarsz gazdag lenni, akkor ilyen-ilyen áldozatokat végezel, leszel gazdag. Ha akarsz jó férjét, akkor ezt csinálja, ha a feleségét azt csinálja, szóval mindenről van csomó ritus, meg áldozatok, meg minden. És ő ezekkel a szentírásokkal, amit leírta, elködösítette, nem akarta, de elködösítette ezt a képletet, és már boldogtalan volt. És rögtön belül fordult, és elkezdte keresni önmagában, hogy hol van a problémám belül, hogy nem vagyok most boldog, miután befejeztem ezt a nagy munkát. Nem találta, de ez már ugye alázatos tanítványi úton ment, hogy kerestem, mi az, ami belső. De nem tudta megtalálni. De mivel ő akarta találni, akkor az Úr küldött neki egy lelki tanítót. És a lelki tanító fel van hatalmazva segíteni, megtalálni problémát. És akkor mondta neki, hogy mi volt a belső problémája, amelyeket kijavította, és utána elégedett és boldog lett. Ez egy másik, hogy amikor mi tanítványi láncolatot válasszunk, vagy a tanítványi utat, alázatosságnak az útját, akkor nem mindig tiszta lesz, mi az üzenet. Az egy darabig kell, hogy megtanuljunk, hogy hogyan kell leolvasni. De mikor elkezdjünk ezt, kapunk egy kis segítséget, akkor fogunk tapasztalni. Mert az az abszolút igazság, az itt van velünk. Igazából. Az Isten mindig akarja minket irányítani jó helyre, és rámutatni, hogy mi az, ami belsőn itt fel kell figyelni, és meg kell változtatni. És valamikor tudjunk, hogyha őszintek vagyunk nagyon, akkor tudjunk olvasni, akkor jó, hogyha egy képző, egy mester nekünk ráerősíti, hogy igen, jó, tényleg jó észrevettem, vagy ő segít nekünk, hogy megtanuljunk ezt az utat csinálni. Ha büszke vagyok, akkor nem ismerem azt fel, hogy a másiknak igaza van. Hát, hogyha büszke vagyok, akkor nekem, persze, akkor majd én mondom neki, hol van a hibája. Hát, ha büszke vagyok, akkor én mondom a hibát. Igen. Hogyha tanulva vagyok, akkor persze van, itt is van egy egészséges dolog, hogy például, hogyha én mondjuk oktató valamiben, és én tanítvány vagyok, akkor az nem jelenti, hogy akkor most, hát én neki nem, nincs benne hibám, mert mondjuk valaki, aki tanítványom, vagy valaki, akit oktatom, nem jó csinálja, akkor nem fogok rámutatni, mert annyira alázatos vagyok, hát mert láttam a gerendát a szemembe. Nem, hanem ott egészséges is. A fiataloboknak, akik rá vagyok bízva, nekik segítsek, de mindig tudom, hogy valaki van, aki nekem tud segíteni. Szóval ez egész, szóval ne legyen ez a beteg alázatosság, megalázkodó. Igen, aki már a tanulást választott, az már elég volt a alázatosság. Tehát azt már lehet. Nem. Hogy még egyszer? Nem. Aki tessék? Nem. Igen. 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 Igen, szóval ez így működik, igen, hogy ha én alázatos vagyok, akkor formálható. És a feladatom is, ez is egy önzetlenség alázatosságnak, hogyha aki nem tud ennyit, amit én, akkor tanítok, segítek. De nem gondolom, hogy én vagyok a mestere, hanem én szolgája vagyok. Ugye próbálok neki segíteni, hogy ő legyen sikeres, ő érezze magát. Nem az, hogy én mekkora nagy vagyok. Ugye ez is egy megint másik, igen. Ezek már ilyen részlet dolgok. Hát én ennyit csak gondoltam ma elmesélni. Ez egy kis rövid téma volt, de gondolom egy ilyen mély. És hogyha vannak kérdések, akkor inkább egy kicsit tudjuk még elemezni, hogyha valami nem volt világos, vagy túl világos. Köszönöm. Az, hogy az egy olyan, hogy a szangri
véletlenből csinálja az a valaki. Tehát annyira választják a gondok mindent, tehát nem azért az okért, amit említette, hanem ilyen végül páncélt van, és azért mondja ezt, hogy nem érdekes semmi, és távolgattam van. Itt körülbelül megvalóan teljesen. Igen. Ez is egy... Igen. Ez is egy gyenge... Ez a gyengeségek. Mert hát ezt a, ez egy mély pontok már, nem lehet rögtön kezdeni, na hát benned van a hibád, mert akkor tényleg összeesik az ember, és utána kész lesz. Hanem itt is kell tudnunk, hogy akarunk, hogy kimászom belőle, akkor itt van egy folyamat. Nem ezzel kell kezdeni, hogy mutatni, hogy hol a hibád, hanem egy kicsit először bizalmat építeni, támogatni. Sokszor először érzelmi támogatást kell adni valakinek. Beszélni, támogatni, segíteni, és utána szépen lassacskán felkészíteni arra, hogy mert sokszor ember annyira fél belenézni, mi van itt, hogy tényleg összeomlik, hogyha meglátja, hogy mert amikor először ugye meg van győződve az egész világ a probléma, és jött hirtelen forduló pont, hogy kiderül, hogy én a probléma, az kész. Én emlékszem, mikor velem ez történt. 92-3-ban. Azt nagyon, valahogy nem omlottam össze, de azért éreztem a súlyát a vállamon. Ugye, mert jöttek ilyen-olyan lámpák égtik, ugye jelezték, hogy nem az az irány, nem az az irány, nem így csinálod, nem úgy csinálod. És miért velem ez történik? Miért van ez a probléma? Ez a... És akkor fogtam egy, találtam egy könyvet, egy orosz könyv, Karma Diagnosztika. És akkor ott fekete-fehérre le volt írva, hogyha van problémád, te vagy a hibás. Puff. Hát ideig én sose voltam hibás. És hirtelen egy könyv nekem szemben mondta, hogy én vagyok a hibás. Éreztem, hogy igaz, mert van probléma, de annyira nagy fájdalom volt, ez nagyon nagy fájdalom, amikor mi szembesülünk, hogy nekünk vannak hibáink. Mert van az a rózsaszín szemben, én is hibám. Büszke vagyok. Ezért óvatosan kell másokkal is. Például, mert az asztrológia miért veszélyes? Vagy asztrológus. Nem asztrológia, nem veszélyes, asztrológus. Mert hogyha elmondja valami a dolgot emberről, ami benne van a karmába, amire ember nem érett, az kész. Öröntse az életét az embernek. Ezért sokszor ember itt zárkozik, nem érdekel semmi, kész, nincs probléma, ez nem, mert nincs felkészülve. És meg kell védeni magát, másképp tényleg pszichiátria lesz. Igen, úgyis így van, de hogyha nem, így van, nem nyomjunk át, hogyha nem ő feldolgozza egy kicsikét, akkor utána tud nyitni, így van. Igen, persze. Rendben, nem húzunk az időt, hogyha nincsen több kérdés, akkor ezt mondanék. Köszönöm szépen. Csütörtökön, hogyha valakinek van ideje. Csütörtökön. Az lesz 23, az emberi kapcsolatok titkai lesz. Valami kapcsolatokról. Csütörtökön ugyancsak 6-tól a Moszkvába lesz.